Köszöntök mindenkit. Megyeri Jonatán vagyok, nem tudom, működik-e már. Na, még egyszer beköszönök, mert szerintem csak most fog indulni. 1, 2, 3. Jó estét kívánok mindenkinek, kedves barátaim, szeretettel köszöntök mindenkit. Mostanában a számítógépről jelentkezem be, és itt olyan nehézkesen indul a live, sokkal nehézkesebb, mint a mobiltelefon. Cserébe viszont sokkal jobb a kép. Örülhetnek azok, akik számítógépen nézik, hallgatják ezeket a kis beszélgetéseket. És kevésbé örülnek, akik mobiltelefonon. Jó estét kívánok Marián Zsoltinak, jó estét kívánok Csabának, jó estét kívánok Mártának, de többetek írta, hogy sokkal jobb lett a kép, ez való igaz, azért van ez így, mert nem csak, hogy a kiváló számítógépen kameráját használom, hanem vettem egy ilyen szuper webkamerát, egy külső webkamerát, és akkor ez van rácsatlakoztatva, és akkor emiatt sokkal tisztább a kép, mert 5K, meg mit tudom én, de egyáltalán nem értek hozzá. Jó estét kívánok azoknak, akik most csatlakoztak, szeretettel köszöntöm Mártát, Attilát, Ráhelyet, Vilmos, Tímeát, Mikit, a komplet Vince családot természetesen, akik gyülekezik a kemény mag, több mint 40-en vagyunk. Ilyenkor az a szokásom, hogy el szoktam kezdeni, ha már 30 fölött vagyunk, hál' Istennek egyre népszerűbb ez a kis tanulás, másfél év alatt szépen beért a munka gyümölcse. Másfél éve, március, hát nem másfél, mondjuk egy év és 3-4 hónap. Tavaly március 10-valahányadikán kezdtük ezeket a kis tanulóköröket, most már egy ideje, 5 hónapja Lubavitch Rebe, ezt a kis füzetet tanulmányozzuk. Ami ilyen kicsi, olyan ütős. És minden napra van a Lubavitch Rebének, a mesteremnek, annak a Hasid irányzatnak, a mestere, akinek az irányzatát jó magam is követem, Lubavitch Rebének a tanításából minden napra van egy rövid kis gondolat, egy kis aforizma, vagy valami kis történet. A mai is nagyon jó lesz, de még mielőtt a mai történetre rátérek, azelőtt egy pár kérdést, ha megengeditek, amik érkeztek, hagy válaszolja meg, szerintem van benne hasznos is. Azt mondja egyik kedves tanulótársunk, szép napot kívánok, a következő jutott eszembe. Van-e a judaizmusban valamilyen konkrét módszer vagy folyamat a bűneink megbánására, bűnbánatra? Ez egy nagyon jó kérdés, korábban már beszéltünk róla, és igen, van módszer a bűn megbánásra. Mármint igazából van egy 3 plusz 1 lépésből álló módszer arra, hogy az ember miként bánja meg a bűneit. Akkor nézzük meg, miről van szó. Először is, mikor bűnbánatról beszélünk, akkor érdemes különbséget tenni az ember és ember között, vagy egy másik emberrel szemben elkövetett bűn, és Istennel szemben elkövetett bűn között. Ugyanis, hogyha egy másik ember ellen követek el bűnt, akkor nem Istentől kell elsősorban bocsánatot kérni. Nem Isten felé kell elsősorban megbánni a bűnömet, hanem az ember felé, aki ellen a bűnt elkövettem. Ugye ez teljesen logikus. Hogyha én ellopok tőled 1000 forintot, akkor hiába kérek bocsánatot Istentől, nekem Istennek semmi dolga nincsen ezzel, egészen addig, míg én vissza nem adtam neked az 1000 forintodat, és bocsánatot kértem, és te pedig megbocsájtottál. És majd azután mehetek a Jóistenhez magyarázkodni és bocsánatot kérni azért a bűnért, amit elkövettem. Tehát, hogyha én téged megsértelek például, akkor azzal elsősorban nem Istennel van dolgom. Istennel is van dolgom, de csak azután, miután veled rendeztem a viszonyomat. Ugye szerintem ez elég logikus. Tehát ezt először is ezt helyre kell tenni. Tehát az ember és ember között elkövetett bűnöket az ember felé kell elsősorban jóvá tenni. Ez az egyik dolog, amit fontos leszögezni. Most mi a helyzet az ember és Isten közötti bűnökkel? Az ember és Isten közötti bűnök, például mondok egy példát, hogy a zsidó embernek például tilos szombatot szegnie, például nem szabad szombaton tüzet gyújtani, ennek megfelelően tilos például autóba ülni, ilyesmi. Ha valaki mégis beül egy autóba, szándékosan, akkor utána nyilvánvalóan meg kell bánni a bűneit. Korábban, amikor még állt a jeruzsálemi szentély, akkor vétek áldozatot is kellett hozni, egy bűnáldozatot. Ma már nincsen a jeruzsálemi szentély, ezért nincsen áldozathozatal, ezért ma csak a bűnünket kell megbánni. Most hogyan néz ki a bűnbánat? A bűnbánatnak tulajdonképpen 3 plusz 1 lépése van. És mindjárt megmondom, hogy miért plusz 1. Az legelső lépés az az, hogy az ember felismerje, amit csinált. Az ember felismerje a bűnt. Az ember felismerje, hogy az a cselekedet, amit elkövetett, az rossz, az helytelen. Ez a legelső dolog. Ugye a gyógyulás felé vezető első lépés az a betegség felismerése. Ez tehát az első lépés. Az ember
Mert ugye nagyon sokan vannak, akik bűnöznek, és nem is veszik észre, hogy bűnöznek. Nem tudják, vagy nem akarnak arról tudomást venni, hogy amit csinálnak, az nem helyes. Tehát az első lépés az az, hogy az ember felismeri azt, hogy amit csinált, az nem helyes. Ez az első lépés. A második lépés az, hogy megbánja, amit cselekedett. Ugye? Tehát, ugye, és ez hogyan kell, mi az, hogy megbánja? A megbánásnak talán a leg, hogy mondjam, a leg praktikusabb módja, az talán az, hogyha az ember felismeri, hogy ki ellen követte el azt, amit elkövetett. Kit bántott meg ezzel? Ugye? Ugye nagyon sokszor van az, hogy valami rosszat cselekszünk, és nem gondolunk bele, hogy valójában Istennek ez mennyire fáj, amit mi rosszul cselekedtünk. Istennek ez mennyire rosszul esik. Istennek milyen fájdalmat okozunk azzal, hogy olyat cselekszünk, vagy úgy viselkedünk, ahogy ő azt nem szeretné. Csak úgy, mint az embernek egy házassági viszonyban. Nagyon sokszor szoktam mondani, hogy az Isten és ember közötti viszony az olyan, mint egy férj és a feleség közötti viszony. Nagyon gyakran. Nem véletlen, hogy Salamon király az énekek énekét egy nő és egy férfi szerelmére, egy férj és egy feleség szerelmére alapozza. Mert az, a férfi és a nő közötti szerelem írhatja le leginkább, talán az a leghasonlóbb érzés Isten és az ember kapcsolatában. Most, hogyha minden alkalommal, hogy tegyük föl, van egy ember, aki csinál valami rosszat a feleségével szemben. Olyan, mit tudom én, megcsalja a feleségét, most mondtam valami rosszat. Vagy egy férfi megcsalja a feleségét, Isten ments. Egy férfi megcsalja a feleségét. Most, amikor hazamegy, és tegyük föl, nem derül ki ez a bűn, tegyük föl, nem derül ki, hogy megcsalta a feleségét. De amikor hazamegy, ránéz a feleségére, és eszébe jut, hogy Úristen, én hogy tehettem ezt vele? Hát hiszen ő a feleségem, ő a gyerekeim anyja, ő az életem szerelme, ő az életem párja, vele kötöttem össze az életemet. Hogyan tehettem ilyet? Ugye felismerem, hogy kivel szemben követtem el a bűnt. Felismerem, hogy kivel szemben követtem el ezt a hibát vagy tévedést. Ugyanez a felismerés kell, hogy megvalósuljon Istennel szemben is, vagy Isten és az ember viszonylatában. Mert az ember belegondol abba, hogy amit csinált, az valójában ki ellen csinálta, ki az, akit megbántott vele, ki az, akinek ez igazán fáj, az Isten. Ez nagyon sokat segít abban, hogy az ember ténylegesen megbánja bűneit, mert hogyha maga elé képzeli azt, hogy ki mindenkit bántott meg a cselekedetével, akkor bizonyos, hogy legközelebb már nem hasonlóképpen fog cselekedni. Ez tehát a második lépés, és akkor a harmadik, az ahhoz kapcsolódik, amit az előbb mondtam. Tehát először az ember felismeri, hogy mit csinált, hogy az bűn. A másik az, hogy megbánja. A harmadik pedig, hogy megfogadja, hogy ha hasonló szituációba kerül, akkor nem fogja többet elkövetni ezt a bűnt. Ha ez a három lépés megvalósul, akkor az ember őszintén meg tudta bánni a bűnét. Felismerem a bűnözést. Megbánom, hogy ki ellen bűnöztem. Felismerem és megbánom azt, hogy bűnöztem, hogy kit bántottam meg ezzel. És a harmadik, hogy megfogadom, hogy hasonló szituációba kerülök, akkor nem fogok ugyanúgy eljárni, mint ahogy eljártam, amikor rosszul cselekedtem. És akkor mi a plusz egy lépés? Említettem, hogy 3 plusz 1, van egy plusz egy lépés. Mi a plusz egy lépés? A plusz egy lépés akkor valósul meg, amikor ténylegesen legközelebb ugyanolyan szituációba fogsz kerülni, mint amilyenben korábban kerültél. És azt tanítja a Maimonides, híres 12. századi zsidó filozófus, azt mondja, hogy ha megint, ugye azt mondtuk, hogy megfogadjuk, hogy többet, ugyanilyen szituációba kerülünk, akkor nem fogunk ugyanúgy cselekedni. De hogyha azt mondja Maimonides, hogy ha később tényleg következő ilyen szituációba kerülsz, és megint rosszul cselekszel, akkor nem csak, hogy újból bűnöztél, hanem az előző bűnmegbánatot sem ért semmit. Visszamenőleg törölve van a bűnbánatot, hiszen nem tudtad tartani a szavadat, hiszen nem tudtad megállni, hogy hasonló szituációban ne ugyanúgy cselekedjél. Ez tehát a 3 plusz 1 lépés a bűnbánatnak. De még egyszer, az ember és ember között, ember ellen, egy másik ember ellen elkövetett bűnt, azt legelsősorban nem Istennél kell. Ugye Istennél nagyon könnyű bocsánatot kérni, mert Isten megbocsájtó. Istennek széles a válla, hogy úgy mondja. Istentől nagyon könnyű bocsánatot kérni. Sokkal nehezebb bocsánatot kérni az embertől. De sajnos nem elkerülhető, hogyha valaki egy másik emberrel szemben csinált valami rosszat, akkor ha valaki egy másik emberrel kapcsolatban, egy másik emberrel szemben követett el valami rosszat, akkor természetesen elsősorban a másik emberrel szemben kell a bűnt megbánni, azaz jóvá tennie a kárt, amit okozott esetleg, és így tovább. Oké, következő kérdés. Hogy képvisel Isten rosszat? Ugye? Még egy kérdés, kell-e elűzni a démont, és ha igen, honnan? Honnan erednek? Ugye a démonok, arról a Talmud már beszél, írtam a blogomban több alkalommal,
a különböző ártó szellemekről. A Talmud úgy hívja őket, hogy Seidim. Seidim az szó szerint ilyen árnyakat jelent, vagy szellemeket. Ártó, rontó szellemek. Isten nem követel rosszat, Isten az általános jó érdekében végez el bizonyos dolgokat, amelyek számunkra rossznak tűnnek. Ez tulajdonképpen ami történik. Kicsit olyan a helyzet, mint amikor hogyha az embernek beteg, ne adj Isten, valakinek beteg a gyereke, nem nekünk, valakinek, ne adj Isten, beteg a gyereke, és rajta egy életmentő műtétet kell végrehajtani. Egy szerető szülő tudja, hogy a műtét az kellemetlen, a műtét az fájdalommal jár, de feláldozza, vagy meghozza ezt a nehéz döntést, és a rövid távú fájdalmat bevállalja a hosszú távú sikerért, azért, hogy a gyerek megmeneküljön és egészséges legyen. Ugyanez van így Istennel, amikor az Isten valami olyat tesz, ami látszólag, ugye a gyerek számára, aki nem érti az egészet, az számára a műtét nagyon rossz és nagyon kellemetlen. De a szülő számára, aki látja a big picture-t, aki látja a nagyobb átfogó képet, ő tudja, hogy ez a műtét, ez ugyan kellemetlen és pillanatnyi fájdalommal is jár, de hosszú távon mindenképpen fontos és életmentő lehet. Ugyanez vonatkozik azokra a dolgokra, amelyek történnek velünk, amit Isten tesz esetleg nem egyezik a mi elképzelésünkkel, vagy nem tetszik nekünk. A mi szempontunkból ez nehézség, stb. De Isten szempontjából, aki látja a big picture-t, aki a nagy képet látja, Isten szempontjából ezek elkerülhetetlen rosszak. Azt mondja, kedves Jonatán, kérem, ne nézzem bolondnak, de mint mindenkinek, nekem is megvan az életben gondok bőven. Kértem az Istent, hogy mutasson egy jelet, ne kérdezze. Azt mondja, hogy nem, azt mondja, hogy és hosszú is lenne mesélni mindenről, de valahogy nem találom a helyem, és a kérdésemre ismeretlenül ön jött elő. Nem hiszem, hogy véletlen, kérek szépen, legyen a kalózom is kísérjen el. Hol kezdjem? Én azt gondolom, hogy az ember az Isten keresést, azt elsősorban érdemes, hogy a Bibliánál kezdje. Ahhoz, hogy valakivel kialakítsunk egy kapcsolatot, ahhoz meg kell ismernünk a másikat. Ugye? Ahhoz, hogy egy mély kapcsolatot alakítsunk ki, mondjuk a feleségünkkel, vagy a férjünkkel, ahhoz meg kell ismernünk a párunkkal, az alaposan meg kell ismernünk a másikat. A megismerésnek pedig egy elkerülhetetlen és fontos momentum az, hogy megtudjuk, hogy mi az, ami a másiknak szüksége van, mi az, ami a másiknak fontos, mi az, ami a másik számára igazán számít. És hogyha tudjuk, hogy a másik számára mi az, ami fontos, akkor azáltal, hogy megcselekedjük azokat, azáltal tudunk kialakítani kapcsolatot a másik emberrel. Ugye? Ha én tudom, hogy a feleségemnek mi fontos, ugyanakkor tudom, hogy mi az, ami a feleségem szempontja, a feleségemnek nagyon rossz, és nem tetszik neki, akkor tudok vele egy igazi, mély és intim kapcsolatot kialakítani, hogyha ami számára fontos, azt én megcselekszem, amit pedig ő utálatosnak tart, attól azt pedig elkerülöm. Ugyanez vonatkozik az Istennel való kapcsolat kiépítésre. Akkor tudunk kialakítani egy mély kapcsolatot Istennel, hogyha megismerjük Isten akaratát, ezt pedig a Bibliával érdemes kezdeni, azon belül is Mózes 5 könyvével, ahol le vannak írva a törvények, amelyek szerint Isten elképzeli, hogy éljük az életünket, ezáltal tudunk kialakítani kapcsolatot Istennel, ez aztán utána egyik dolog fogja hozni a másikat, amikor valaki ilyen önkeresésben van, vagy saját identitását, vagy saját hitét keresi, akkor talán érdemes ezzel kezdeni, és aztán utána egyik dolog fogja hozni a másikat, és minden bizonnyal az ember egy belső polírozás, a saját jellemének a polírozása fog szintén majd következni, miután az ember megismeri azt, hogy Isten mi az, amit Istennek számít és fontosnak tart, és mi az, amitől Isten undorodik. Oké. Azt mondja, a sorsdöntő kérdés foglalkoztat már hónapok óta. Sajnos fiatalon elkövettem egy nagy hibát, vannak tetoválásaim, de sikeresen lelézereztettem őket, amint tiszta lesz a bőröm, kezdetnek a látható helyeken nagyon szeretnék közösségbe járni édesanyámmal. Ugye a tetoválást azt a Tóra egyértelműen tiltja, a mózesi törvény, a zsidó vallások, a halaká egyértelműen tiltja a tetoválást, de ha már valakinek van tetoválása, akkor azt eltávolítani sem nagyon szabad. Miért? Mert fölöslegesen az embernek kárt okozni saját magában nem szabad. Tehát ha már van tetoválás, akkor azt talán érdemes meghagyni. Persze vannak kivételek. Milyen kivételek vannak? Mikor érdemes a tetoválást eltüntetni? Hogyha valami olyasmiről van szó, mondjuk olyan helyen van, vagy olyan ábrázolást mutat a tetoválás, amely kellemetlen az ember számára, hogyha meglátják. Mit tudom, az arcán van például nagyon látható helyen, vagy esetleg olyan valami tetoválás van, ami kellemetlen, ami ciki, ami szégyenbe hozza az embert. Ha ilyenről van szó, akkor természetesen a tetoválást el lehet távolítani. Egyébként nem szabad tetoválást csinálni, de ha már megvan,
akkor azt úgy kell hagyni, nincsen vele semmi gond. Nincsen vele semmi gond. Ha már megvan, természetesen mindenkit lebeszélek arról, hogy tetoválást csináljon, de ha már megvan, akkor azt nem kell levetetni, még egyszer, csak akkor, hogyha ez kellemetlenséget okoz, vagy kellemetlen helyzetbe hozza az illetőt, szégyenbe hozza, stb., akkor természetesen el lehet távolítani a tetoválásokat. Azt kérdezi még valaki, és utolsó kérdés, arra lennék kíváncsi, hogyan tudnék utána nézni, hogy zsidó származású vagyok-e. Boldog és boldogtalan azt mondja, hogy az vagyok anyai ágon és apai ágon is. Tudom, hogy erre az lehet a válasz, hogy kérdezd meg, otthon az apám 14 éve meghalt, anyai ágon az idősebb generáció nem él, így nem tudom. Azt gondolom, hogy az ember, hogyha utána akar nézni a származásának, azt anyakönyvi kivonatokból lehet leginkább utána nézni. Ugye a zsidó vallásjog szempontjából az számít zsidónak, akinek az édesanyja zsidó, azaz, hogyha az anyai nagymama, az anyai dédnagymama zsidó, tehát anyai ágon öröklődik a dolog, ha anyukád zsidó, akkor te is zsidó vagy, az anyukád pedig akkor zsidó, hogyha az ő anyukája zsidó volt, ő pedig akkor zsidó, hogyha az ő anyukája zsidó volt, és így tovább. Ennek utána lehet nézni anyakönyvekben. Magyarországon 1948-49-ig, aztán a Láslaci jobban tudja, 1948-49-ig vezették a személyigazolványokban, vagy a születési dokumentumokban a származását, bele volt írva, hogy izraelita, református, katolikus, és evangélikus, és így tovább. Tehát azt a női, a felmenő női rokonnak a születési anyakönyvi kivonatát kell megtalálni, aki anyai ágú, tehát az anyai ágú felmenő rokonnak, olyan rokont, aki 1948 előtt született, ez mondjuk például az én esetemben mondjuk a nagymamám volna, de hogyha valaki nálam fiatalabb, akkor lehet, hogy a déd nagymamának a születési anyakönyvi kivonatát kell megtalálni. Ezt egyébként levéltárakban ennek utána lehet nézni, önkormányzatnál érdemes elkezdeni a keresést, és levéltárakban ennek bőven utána lehet nézni. Ha vidéken van, akkor egy picit talán nehezebb, mert vannak vidéki titkosségek, ahol vagy vidéki okmányirodák, meg egyebek, ahol elpusztultak ezek a dokumentumok, de az esetek 99%-ában azért ennek utána lehet nézni. Én itt javasolnám a keresést. Kedves barátaim, ennyi voltak a kérdések, majd holnap lesznek még kérdések, mert még mindig maradt a postaládámban egy csomó megválaszolatlan. Most pedig nézzük a Lubavitch Rebbe mai tanítását. Ugye arról beszéltem, vagy azt mondtam, hogy most már 5 hónapja, elnézést, hogyha lefelé nézek, csak automatikusan a számítógépre nézek, holott a kamera az ott van, oda kéne nézzek. Szóval most már 5 hónapja a Lubavitch, csomagomat nézegettem a számítógépen. Szóval 5 hónapja a Lubavitch Rebbének a tanításait, minden napra egy mese. Ugye most Sziván hónap, most Sziván, most Sziván hónap 28-a van, és egy nagyon ez lesz a mai tanulásunknak a szövege, ez itt az a kis bekezdés, és a következőt mondja a Rebe. Lefordította a magyarra, természetesen a mai beszélgetés után ki fogom tenni ide a Facebook oldalra a szöveget is, és a hozzátartozó magyarázatot is. Azt mondja, a Cemach Cedek, a harmadik Lubavitch Rebe egyszer elmesélte a nagyapámnak, tehát a fiának, a későbbi negyedik Rebének egy történetet, amit azzal fejezett be, hogy ha valaki segít egy másik embernek az anyagi megélhetésében, akár csak 70 kopekkel, ez Oroszországban valami minimális pénzösszeg, mondjuk 70 fillérrel, például egy tehén megvásárlásában a mennyek termeinek minden kapuja kinyílik számára. Évekkel később a nagyapám elmesélte ezt a történetet apámnak, az ötödik Rebének, és hozzátette, valójában helyes, hogyha az ember ismeri a mennyei termekhez vezető utat, de nem feltétlenül szükséges. A fontos az, hogy az ember igaz szívvel segítse másokon, együttérzéssel és lejje örömét abban, hogyha másoknak jót tesz. Ugye mi volt ez a történet, ami a Cemach Cedekkel történt, szlábjegyzetbe beleírtam. A Cemach Cedek egy alkalommal zsinagógába tartott, amikor valaki megállította, hogy kölcsön kérjen tőle. Lévén épp aznap volt a városban a piac, az összeget pedig az ember kereskedésre fordította volna. A Cemach Cedek azt kérte az embertől, hogy jöjjön vissza az ima végeztével, és tovább ment a zsinagóga felé. Azonban, amikor odaért a zsinagógába, eszébe jutott, hogy ennek a derék embernek bizonyára ott és akkor kellett volna a kölcsön, így hazament némi pénzért, és nagy nehezen megtalálta azt az embert, és adotta neki a pénzt, és ezután sietett vissza az imára. Az első Lubavitch Rebbe ekkor megjelent a Cemach Cedeknek, és egy álomban, és méltatta, amiért ilyen gondos volt. Ezt megelőzően már rég nem jelent meg a nagyapja a Cemach Cedeknek a harmadik Rebének álomban, most pedig csak azért tette, mert amaz önzetlenül segített egy másik embere. Ez volt tehát a történet, és azt mondta a Cemach Cedek a fiának, a harmadik Lubavitch Rebbe azt mondta a fiának,
hogy ha az ember őszinte szívvel tesz jót egy másikon, akkor a mennyei irgalom kapui mind kinyílnak Istennek. Rendkívül fontos és rendkívül tetszik az, azt tetszik Istennek a legjobban, hogyha az egyik ember segít a másikon. Fizikai dolgokban is, és spirituális dolgokban is. Ugye az életben az, hogy kinek mennyi pénze van, ez látjuk jól, hogy ez nem egyenlő. Isten nem egyformán osztott anyagi szerencsét egyiknek és másikunknak. Van akinek csak, hogy szokták mondani, mestiesen, csak megszületni volt nehéz, van olyan, aki beleszületett a jólétbe, beleszületett a gazdagságba, és van olyan, aki nagyon kemény munkával képes csak kenyeret tenni az asztalra. A Talmud egy érdekes dolgot mond. A Talmud mond egy érdekes gondolatot, ő azt mondja, az van írva a Talmudban, hogy három dolog, slosát lujjabe mázla, három dolog függ a szerencsétől. Van három olyan dolog, amely a szerencsén múlik. Mit jelent az, hogy a szerencsén múlik? Ez azt jelenti, hogy az ember bármit is tesz, és persze az embernek meg kell tennie minden tőle telhető, de tudni kell, hogy akármennyit is teszel, a vége, az utolsó 1% az mázli kérdése. Még egyszer, nagyon fontos, hogy az ember minden tőle telhetőt megtegyen. Enélkül, erről tegnap beszéltünk, pont tegnap beszéltünk erről, ugye, hogy az áldásnak szüksége van egy edényre, szüksége van egy valamire, amin keresztül Isten adhatja az áldást. Ugye, ahogy a viccben szívesen adnám, hogy nyerjél a lotton, de vegyél már legalább egy lottószelvényt, ugye? Tehát kell egy edény, kell egy eszköz arra, hogy Isten az áldását eljuttassa. És az embernek minden tőle telhetőt meg kell tennie, annak érdekében, hogy sikerrel járjon. Ezt úgy hívják a zsidó filozófiában, hogy histadlut. Histadlut az embernek a saját személyes befektetett energiája. Talmud azt is mondja egy helyen, még mindjárt elmondom, mi ez a három dolog, ami szerencsén függ, nem felejtettem el. Talmud azt is mondja egy helyen, hogy le funcarágra, attól függően mennyi energiát teszel bele, attól függően lesz az eredmény is. Tehát az embernek mindenképpen meg kell tennie a tőle telhető maximumot. A Talmud azt meséli, hogy amikor biztos azt a történetet, hogy Mózest, ugye a kis bébi Mózes, amikor született, akkor Egyiptomban zsidók rabszolgák voltak, és volt egy nagyon gonosz rendelete a fáraónak, hogy minden zsidó fiút bele kell vetni a Nílusba, és meg kell ölni. És Mózes anyukája, és Mózes testvére Miriam, szóval betették egy kosárba, és leengedték a folyón, hogy ne lássák, hogy a gyerek hogy szenved. Ugye? Biztos ismeritek a történetet, a gyerek ment le a folyón, és mi történt? A fáraónak a lánya meghallotta, éppen fürdött a Nílusban, meghallotta a gyerek sírását, kihúzta a kosarat a folyóból. A Talmud azt is mondja, hogy hívták fáraón. A fáraó lányát úgy hívták, hogy Batia. Batiának hívták, szóval Batia, a fáraó lánya kihúzta a kis kosarat Mózessel a Nílus közepéről kihúzta. Talmud azt mondja, ugye a Nílus egy nagyon széles folyó, egy rendkívül nagy folyó, vagy hát van, ahol szélesebb, van, ahol szűkebb, de egy elég nagy folyamról van szó. Afrika legnagyobb folyója. Hogy tudta a fáraó lánya kihúzni a Nílus közepéről a kosarat? És azt meséli a Talmud, hogy Isten csodát tett, és a fáraónak a lányának a keze megnyúlt, itt 50-60 méter hosszúra is ki tudta húzni a kosarat a tengerből, vagy a Nílusból. Ezt meséli, hogy Isten csodát tett, és megnyúlt a fáraó lányának a keze. De amit a lényeg ennek a történet, most ez mindegy, hogy ez egy igaz történet, vagy nem igaz, maradjuk abban, hogy a lényege a dolognak az az, hogy a fáraó lánya, amikor meglátta a kosarat nagyon messze, akkor nyúlt a kosárért. Még akkor is, hogyha látta, hogy nem fogja elérni. Racionálisan ugyanis a természet törvényei szerint nem tudta volna elérni a kosarat. A kosár bent volt a folyó közepére, és mégis a tőle telhető módon nyújtózkodott a kosár felé. Ha megteszed a tőle telhetőt, ha te megteszed, akkor is, amikor lehetetlennek tűnik az, amit a minden tőle telhető minden lehetséges, akkor Isten meg fogja nyújtani a karodat. Akkor Isten csodát fog tenni, de ahhoz neked meg kell tenned a tőle telhetőt, ahhoz neked feltétlenül nem kell azt mondanod, hogy olyan messze van az a kosár, a francba hagyom az egészet. Nem ezt mondta a fáraó lánya, olyan messze van az a kosár, ott van a Nílus közepén, hát hogy érhetném én el, itt vagyok kint a parton, ugye? Nem ezt mondta, hanem elkezdett nyújtózkodni, és amikor Isten látta, hogy elkezdett nyújtózkodni,
hogy őszintén próbál segíteni akkor is, amikor lehetetlennek tűnik, akkor Isten csodát tett, és megnyúlt a karja, és ki tudta húzni a fáraó lánya Mózest a Nílusból. Tehát magyarul az embernek meg kell tennie minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy sikeres legyen. De természetesen azt, és akkor visszatérek arra, amit az előbb kezdtem el mondani, a Talmud azt mondja, hogy három olyan dolog van, ami még akkor is, ha megteszel minden tőle telhetőt, és tegyél meg minden tőle telhetőt, akkor is tudjad, hogy a legvégsőbb döntést azt Isten mondja ki, az a szerencsén múlik. Tulujába mázla, az a szerencsétől függ. Mi ez a három dolog? Az egyik az egészség. Látunk olyan embereket, akik rendkívüli egészségtelen módon élnek, és össze-vissza zabálnak, és cigarettáznak, és nyakalják a bort. Ugye például Winston Churchill, ugye, itta a viszkit, szívta a szivart, és a kedvenc mondás az volt, hogy csak semmi sport, ugye, és mégis nagyon hosszú életet élt. És vannak olyan emberek, akik vigyáznak magukra, mindent megtesznek, és mégsem élnek túl hosszú életet. Tehát az egyik olyan dolog, ami a szerencsétől függ, az az, hogy milyen hosszú az ember élete. A másik az az, hogy milyen gazdag lesz, vagy mennyi pénze lesz. Az ember, és nagyon sok ember próbálkozik, megtesz mindent tőle telhetőt, és mégsem jut ötről a hatra, másoknak pedig az ölébe pottyan a siker, ahogy mondani szokták. Ez nem azt jelenti tehát, még egyszer, és a harmadik dolog egyébként az a gyermekáldás. Van olyan, akiknek nem akar, akkor is lesz gyereke, vannak olyanok, akik meg nagyon szeretnének gyereket, és mégse sikerül. Amit akar mondani a Talmud azzal, hogy az ember tegye meg a tőle telhető legtöbbet. Az ember mindenképpen törekedjen arra, hogy a tőle telhető legtöbbet megtegye. De tudnia kell, hogy a végső dolog ebben a három kérdésben az, hogy a gyerekeivel mi lesz, az, hogy az egészségével mi lesz, és az, hogy a megélhetésével mi lesz, a legfőbb, legvégső döntést, az csak is Isten fogja meghozni. És mivel hogy Isten nem egyenlően adott megélhetést egyikünknek és másikunknak, ezért azt kell csinálni, hogy az ember kiegyenlítse ezt az egyenlőtlenséget, és hogyha nekem több van, akkor kell segíteni a másiknak is, és ahogy a Rebbe mondta, ahogy a Rebbe írja, hogyha segítesz a másiknak, akkor az mennyei irgalom kapui megnyílnak, akkor bizonyára Isten örül, Isten látja, hogy az emberek kooperálnak egymással, az emberek együttműködnek egymással, és az emberek együttműködnek egymással, annál nagyobb öröm nincsen Istennek a szemében, csak úgy, mint ahogy egy szülőnek a szemében nincsen nagyobb öröm, mint amikor a testvérek együttműködnek egymással. Amikor a testvérek egyik a másikról gondoskodik, az a szülő számára egy nagy megnyugvást jelent, ugyanígy Isten számára nagy megnyugvást jelent, hogyha az egyik ember gondoskodik a másikról. Erről beszélt tehát a Rebbe a mai tanuláson. Kedves barátaim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Jó sokan voltunk ma is, hál' Istennek. Néhány perc múlva kiteszem a tanulás szövegét ide a Facebook oldalra. Holnap este 8-kor pedig várlak benneteket sok szeretettel, kérdésekre, válaszokkal valószínűleg, illetve természetesen tovább folytatjuk a tanulást. Örülök, hogy itt voltatok, sziasztok, jó egészséget, vigyázzatok magatokra és egymásra!